9 óra elmúlt 11 perccel, jó reggel, drága bumeránk hallgatók otthon, mert hogy mi Salzburgban vagyunk, a Red Bull főhadiszállásán Ausztriában, ugye a Hangár 7-esben, egy gyönyörű szép környezetben, Lali kiállítása, egy meglepetés neki, itt van Lajos, itt van Polcés, és 20 hallgató. Hihetetlen. Róluk van szó, tapsoljon. Jók vagytok, jók vagytok. Lali lepecsételt az összes képét hátulról. Bármikor azt mondom, a hallgató, tapsoljatok, jó? Akkor nem kell számolni egy kérdőre. Igen, igen, persze, nyugodtan. Na, hát itt jönnek az SMS-ek, özönlenek. Lali, egy órája vagy külföldön, és már töröd a magyart. Ez a pezsgőtől van, apu? A pezsgőtől van, az az igazság, hogy a repülőtéren, vagy már repülőn, a fedélzetén is megpróbáltam egy-két pezsgős pohárnak a nyakát kiegyenesíteni. Szép Lajos. Nem találok szavakat, csak csendben sírok és örülök Lali boldogságának, babó. Vagy. Királyok, ez egy nagyszerű embernek egy nagyszerű ajándék, a békési ember üzente. Egy nagyszerű SMS-ezőtől. Egyszerűen nagyszerűek vagyunk, igen. Sziasztok Istenek, bárki bármit mond, ti vagytok a legjobbak, libabőrös vagyok, irigykedve követem a neten a műsort, Edina. Mégis sírós műsort csináltatok. Hajnalkával egymás szemét törölgettük a meghatottságtól. Ezért vagytok a mi isteneink, köszi nektek, Ágica. Na ide figyeljetek, elmondom, mit érzek irántatok. Na. Büszke vagyok, hogy titeket ismerhetlek. I love you, Bumerang stáb, jók a csajok, főni, kérdezi Pöpi a hentes. Jók. A csajok jók. Pöpi. Gyerekek, ez oda. Psz, istenek vagytok, Misi, mondjad Pöpinek. Pöpi, kimaradtál megint egy jó buliból, hál' Istennek. Na. Bocsi, kúrjál már egyet a kis pirosra, csak úgy, Janika. Na. Ez jár neki. Ja, arra a kis pirosra, az itt a... Van egy piros, az itt a piros ruhás lányról beszél. Azért Salzburgban nem adtam még zongora verseny Mozart hazájában. Tehát... Hát... Na mi volt tegnap? Fejet hajtottunk azért Mozart. Gyerekek, Mozart szülőháza előtt Frankon fejet hajtottunk. Ne hülyeskedj. Nem recseget a nyakad? A legnagyobb popstár Falkó előtt. Lajos, te is a kollégák előtt meghajlunk. Zseniális. De tényleg, zseniális. Oda megy, mondom, fog a megérdemli, nem? Megérdemli. Persze, és így fejet hajtottunk. Na, le is fejeltük a kaput. Gyá, én láttam. Fekete bugyi van rajta. Á, végem van. Szerelembe estem a bokától szőrös lányba, üzeli Csubika. Bokától szőrös. Meg ne tesztek. Na, mondd meg legalább, hogy komolyan. A csizmája a szőrös. Persze, a csizmája, de te neten lágy, majd már aki látja. Nem mindenkinek. Nagyon bólincsál, ha tényleg fekete. Lajos, ha évente visszavonulsz, előbb-utóbb a Holdon is kiállíthatsz. Istenek vagytok, salgózete. Én egyáltalán nem lepődnék most már meg. Ja, na jó van. Móni, ott vagy, drága? Itt vagyok. Csókolom. Igen. Picit közelebb a mikrofonhoz, el a Dejkon kompjútertől. Összegabba jöttek a mikrofonok. Ez úgy szokott lenni, ha nem vagyunk ott, igen. Igen, mindig rosszalkodtok ott a Gabival. Na. Hát mindig. Igen. Na mit szólsz, hogy néztétek? Hát én lehidaltam a képektől. Igen, megnéztem, amiket szólsz, az indián küldött. Hát egy űrközpont, őrület. Nagyon durva. Ez őrület. Ez, tehát a NASA ehhez képest eltemetkezhet. Többenet. De a ti estétek is jó lehetett ez. Mert hogy? Hát amit az előbb meséltetek. A Mozart? Ez a fejbólítás a Mozart előtt, ez valószínűleg úgy volt, hogy az orrukkal Mozart kuglukat hajtottak a padlón. Négy kézláb. Én ezt így képzelem. Nem, ez egy valós, ez egy őszinte tisztelet volt. Tényleg, tényleg. A bebólintottunk, és nem, be is akartunk csengetni, egyébként ilyen húzós csengő volt. Hát aki jön. De nem tudtuk, hanyadikon lakik, mert három volt minden emeletre egy, és ilyen dróttal ment föl a csengő. Meg is értettük, hogy a WC lehúzó miért kint van, érted? Szóval valaki bent. Csak nevek voltak rajta. Lázik, az kijön lehúzni, érted? Ez milyen. De volt más, és egyébként együtt vettünk parfümöt, és közben, miközben bologattunk Mozart előtt, szagogattuk egymást. Úgy, de jó a tiéd, baszony! De jó a tiéd, tényleg! Tényleg rossz, öreg! Nagyon kell vigyázni, mert ha rosszat csöngetsz, rossz kódot csöngetsz be, akkor kijön a Salieri. Ez már csak a művelteknek érthető, Lajos, ilyen téren ne erőtesd. Vagyis nem nekünk. Nem. Vagyis. De hogy már felfogtad, hogy ez a művelet, igen? Jó. Na már ennyi. Mindig azt mondjuk, ha nem tudjuk, miről van szó. És láttad, Móni, amikor begurult a gép, meg hallottátok, meg minden, és a hallgatók nagy csodálkozását? Minden követhető volt? Igen, igen. Abszolút. Mindent szóltatok, hogy egy borsó van a fogalmon. Vigyoltam bele a kamerába. Ezt nem akarom tudni. Na jó, Móni, mesélj, mit találtál nekünk? Májustól vége az amsterdami café shop turizmusnak, úgy néz ki. Oh, ne hülyéskedj. Coffee shop, így hívják. Coffee shop. Mi nem mondta kufi? De miért? Hát rengeteg magyar azért ment csak ki. Persze. Hát, igen. Mert hogy a kormány most szeretné kiszorítani a külföldieket, és csak hollandiai állandó lakcímmel rendelkező vásárlókat szolgálhatnának ki. Mármint a hollandok hozták ezt a törvényt? Igen. De miért? De minek? Hát így is sokan vannak, egy csomó állampolgár lesz még több. De hát akkor mi lesz a turizmusra? Hát azért jártak oda az emberek. Hát meg az egyik negyedért. Nem tudom, hogy mi az oka. Meg,
Hát hogy lehet Van Gogh-t élvezni, hogyha az ember nem kávézik be előtte? Na már, hát a Van Gogh képek azért önmagukban is pszichedelikusak. Igen, hát na jó, hát... Ó, megint voltam. Ó, elnézést. Bocsi, kezelték is érte. Igen. Na jó, de ezt most tényleg nem értem. De a holland kormány miért iridli? Tehát hoz egy törvényt, utána lemegy egy coffee shopba, elszív egy jointot, majd aláírja a törvényt. Tehát ezt nem értem. Végigjártak és utána írták alá, igazad van, így van. De tényleg miért? Ennek van valami indoka? Nem magyarázták meg a cikkben, de egyébként a lakosokra is hoztak szabályozást, tehát hogy nem... Na. Tehát őket is csak korlátozott számban, és szigorú nyilvántartás mellett szolgálhatják ki, és legfeljebb kétszer regisztrált ügyfeleket szolgálhatnak ki, és személyenként maximum 5 gram marihuánával. Nem és a rendőrség ez bármikor ellenőrizhet és kikérhet. Sajnos szigorodik a helyzet. A diszkóba pecsétet raknak a kezére, és hogyha amit a hatodszor jön vissza, akkor kirúgják. Bizony, pontosan úgy lesz. Na jó, volt valaki közületek Amsterdamban? Igen? Tegye le a kezét, aki nem próbálta ki. Aki nem próbálta ki. Bözsi, megint kihagytál valamit. Várjál, most ezt nem értettem a saját tagadásra. Ő nem próbálta igen, ki. A kérdés volt. Egy nem próbálta ki. Tegye fel a kezét, aki kipróbálta csókkal. Na így bátran. Na, Bözsi megint fönt van. Ez nem a Bözsi jobb szélen. Ne Bözsizd már. Bözsi, te kipróbáltad? Nem szívtál el egy nagy trombitát? Várjál, oda megyek hozzád, bocsáss meg. Mit? Ő az, aki használt képeket vásárolt belőtt állapotban. Voltál Amsterdamban, ugye? Többször is. 4 évig éltem Hollandiában. Ja, és na de azért még picit bevérzett a szemed. Igen. Azért a füst megcsapott, nem? A kisfiam az többször, úgyhogy találtam otthon egy kisebb apró zacskókat. Hoppá. És ezt most betiltják a hollandok? Hát igen. Egyetlen hely a világon, ahol lehet legálisan csinálni Jamaikán kívül. Állítólag itthon is lehet, de hát az... Legálisan, mint mondom. Nem. És hány éves a kicsike, amikor először ráugrott? Hát Ákoska az most olyan mindjárt 40. Ja, értem. Na de akkor 20 volt. Akkor igen. Jó, hát természetesen a kábítószer az árt az egészségnek, senkinek nem tanácsoljuk, hogy ezért menjen Hollandiába. És mi ránk ne hivatkozzatok. Egy dolog érdekes lehet magyar szempontból, jogi szempontból, hogy mi van azzal a magyar állampolgárral, aki mondjuk Hollandiába elszív egyet. És a hatás alatt hazajön. És a hatás alatt hazajön, vagy akár nem jön a hatás alatt haza, hanem ugye a szervezetben nagyon sokáig még kiberagadások kimutathatók. Vizelet mintát vesznek tőle. Így van, és akkor hoppili hoppala. Mert ő ugye, amikor elkövette, akkor ő azt legálisan csinálta. Igen. Hiszen tilalmak nem állampolgárokra vonatkoznak elsősorban, hanem ugye azok területhez köthető. Ott a magyar állampolgárnak a holland törvény nyetket kell betartani, és az vonatkozik rá. Nyilván van egy-két állampolgár. Na mindegy. Igen. Akkor most mi van? A holland törvények szerint hazajön, a hatása már elmúlt, de a szervezetéből kimutatható, még akár 6 hónappal később is. Menedékjogot kell kérni. Vagy kint, hát én igen, a vagy hazajössz és bujkálsz. Kész, ennyi. De mi, átugrok a holland nagykövetség kerítésén, és ott maradok? Nem vagyok hajlandó feladni magam? Viszel egy sátrat, és ott felvened a sátrat. És ott jót tartanak, ott évtizedékig szívhat. Na jó, menjünk tovább, Múzi. Most kaptam egy hit, hogy 8000 vagy 9000. 9000 nézik folyamatosan. Egy időben. 9001 néző. Igen. Olyan nincs a világon. Valami erős, valami sok. Na, őzeni, a Mozart a legnagyobb popstar Falco előtt főni, ez gyönyörű volt. Hát ez így van, ez tényleg komolyan van. Falcóra is volt hatással egyébként. Igen. Abszolút, hát az Amadeus című persze, dal, sőt, igen. Én egyszer csináltam egy interjút, és ő meg volt sértődve, hogy a Milos Forman Amadeus című filmében nem ő játszhatta a Mozartot. Az az helyzet, hogy a Mozartot Amadeus néven is ismerték, apostrofáltak. Na de akkor már cukor volt. Akkor már Kúli volt, nem? Szóval nem Kúgel a keresztneve. Na de mindegy. Móni, menjünk már tovább, légy. Na, a világ legabszurdabb szex törvényeit hoztam. Na. Uruguay. Na, abszolút számíthattunk rád, igen. Na. Hogy találtad ezt meg? Így kerestem rá. Na, szóval, ha egy férj rajta kapja a feleségét a szeretőivel, két lehetőség közül választhat. Vagy ez melyik ország, bocsáss? Uruguay, mondtam, csak közbeszólt. Végre Uruguay, igen. Vagy megöli a hűtlen feleségét a szeretőivel együtt, vagy kiheréli a férfit és levágja a nő orrát. És e kettő között választhat? Igen, tehát az Uruguay törvény ezt írja elő. Így van. Tehát nem hagyhatom annyiban. De mi lesz a szigorítás? De várja, ha levágtam az órát a hölgynek, és kiheréltem az illetőt, utána már meg sem ölhetem? Utána már az nem. Már ne, azért már büntetnek. Vagy ha megöltem, vághatok még? Ja, utána igen. Vagy. Ne legyél elhetetlen. Vagy. Aha.
És vegyesen lehetem, hogy az egyiket megölöm, a másikat kielélem? Ez nem. Lehet? Nem. De honnan számít arra az uruguayi kormány, hogy az átlag állampolgár szakszerűen tud herélni? Azt nem írták, hogy szakszerűen. Ugye nem? Ja, igen, és hogyha elvérzik, akkor megbüntetnek? Nem, mert akkor valakinek levágják. Herélésnek indul, de halál a végződött. Nem, arról beszélek. Valakinek az órát levágják, akkor vérzik az óra. Nekem mit, de én az olyan. Biztosan tudom. Sok ér van ott fel. Nem elég két tampon. Nem. Te melyiket választanád, ha lebuknál, és ott állnak Geri egy késsel? Inkább ő jön meg, vagy... Vagy az orplaszt. Vagy legyen a magyar szfinx. Hát inkább ő jön meg. Fújj már, megint művelt voltam. Bocs, én felhívom. Hallottad, azt mondta, inkább ő jön meg, ezt mondta Moni. Figyelj ide, felhívom a figyelmedet, az itt szemben ülő, minket szerető törzshallgatók arcán rémület tükröződik. Az én műveltségem miatt? Többek között. Meg a téma miatt is, úgyhogy hát én nem is tudom, nem szeretik a vérengzést, igaz? Nem szeretitek, hogyha. Ez nem nektek való. De meg mindenki belegondolt, hogyha ő lenne ebben a helyzetben, melyik akkor... Na de te melyiket választanád? Hogy én megölném-e, vagy kiherélném? Hát mondjuk igen. Nem, ha neked kéne választani, hogy veled mit csinálja. Én most ki vagyok, a késes sávó, vagy a... Melyik oldalán vagyok a késes sávó lennél? Akkor melyik végén? Én nem ölném meg. Nem gyilkolnék. Játszadod? Nem. Igen. De kötelező választani? Tehát én is szarban? Nem, úgy értem, hogy... Nem, annyiban is hagyhatod az egészet, de olyan. Ja, lehet hagyni. Vagy beszállok harmadiknak. Na jó van. Menjünk még tovább, mi van Anglia, még? Londonban tilos motoron szeretkezni, de tiltott az egy éjszakás kaland is. Ha valaki egy idegen nőtől szexuális szolgáltatást kér, pénzbírságra számíthat, vagy 3 hónapra börtönbe kell vonulnia. Ez most hány hír volt egyszer? Bocs, motor, egy éjszaka és prosti? Ez túl sok így egyszerre. Igen, maradjunk az egy éjszakánál. Tehát, hogyha én leszólítok egy hölgyet, kockáztatom, hogy kapásból 3 éjszakát kell megbeszélni. Igen, hány éjszaka minimum? Hát tiltott az egy éjszakás kaland. Na de tehát akkor kettőt kell nyomnunk? Kettőt nyomhatsz, igen. Ja, hát az már esküvő. Az egy éjszakás kaland Angliában tiltott? Igen. Isten. Te tudom, mert átmenő turistákat ki akarják szólítani. Tehát följelenthet a nő, hogy csak egyszer feküdt le vele, ez a gané? Uh-huh. Igen, de ha egy hétig vagy vele, akkor meg kell venned feleségül. Tehát én ezt nem értem. Egy éjszakára tilos, akkor miért hozzák még, hogy motoron is? Érted? Ha már egyáltalán nem vagyok vele egy éjszakán, akkor mi a motornak a lényege? De motoron főleg tilos. Ja, azt hiszem, ez több törvény lehet így összekutyulva, nem? Uh-huh. Ja, értem, nem hiszem, hogy az egy éjszaka összefog a motorozással. Ja, mondjuk több éjszakát vagyok vele, akkor esetleg akkor jön a motorizó még hozzá, ugye? Igen. Igen, többi ország? Svédország. Egy nyilvános fotóautomatában fényképezkedsz, figyelj arra, hogy nem utass magadból túl sokat. Teljesen mesztelenül tilos ez a tevékenység, csak az alsó vagy a felső ruhadarabot hiányozhat. Miért? Hát az ilyen nyilvános... Az ilyen nyilvános helyen lehet egész alakos fotót is csinálni? Persze. Csak akkor a fele hiányzik. Ja. Tehát... Két fotó kell, tudod, gyorsan felállt. Létrát kell vinnem magam. Tehát lefényképeztethetem a bimbiket, vagy külön az ezredes urat? Igen. Te így hívod? Már kapitány azóta. Volt már tábornok is, mert lefokoztam. Hát, hogy haladunk elő a korra. Valami kihágás volt. Na, igen. És a bakaként temetkezünk. Igen. Jó, milyen ország? Nem, igen, utolsó, Izrael. Izraelben tilos a pornófilm nézése. Ha rajta kapják, 3 évre is börtönbe kerülhet az ember, és a törvény a hotelszobában fogható pornócsatornára is vonatkozik. Tehát kibérelheted, de nem nézheted. Ugyan. Ezt nem értem. Tehát vannak izraeli szállodák, ahol lehet PTV-zni, mint az állat, de ha rátöri a Mossad az ajtót, akkor lássák azt, hogy hátal ülsz a tévének. És rám törik az ajtót egyébként? Mossad szokás? Az a szokás. Hát kérdezem, melyik szállodába menjek? A Mossadosba vagy a másikba? De vigyázz, mert a Mossadosra is érvényes az egy éjszaka. Na várj, és hallgatni lehet? Tehát ha nem nézek oda, mondjuk. Tehát lakjál a Hotel Palesztinában, mert egyrészt nem robbantják fel, másrészt nézhetsz pornót. És nem tör rád a Mossad. Ahol megint művelt voltam. Várja, ahol a Mossad van, ott viszont nem robbantanak szerintem, nem? Hát, mit tudom én, ezt nem van. Nem, a Mossad nem arra van, hogy megakadályoz a robbantás, hanem majd megbosszulja. Jó, tehát ha ott van, akkor tuti robbantanak. Jöttünk megbosszulni. Igen. De még nem volt. Még lesz. Na jó, Móni, van még hírünk? Hát van még. Akkor nyomasd. Elbocsátottak Amerikában egy matek tanárt, mert horrorisztikus feladatokat adott fel az alsósoknak. Jaj, matematikai orosz számok. Kellett számolni ki a gyilkos. Mondok egy példát.
Egy éjjel alvás közben egy vámpír 3652 liter vért szívott ki belőlem, és 1865 litert az öcsémből. Mennyi vért ívott meg az éhes vámpír azon az éjszakán? Ez gyönyörű. De miért? Ez legalább érdekli a gyerekeket. Ez hülyeség egy embernek 5 literben. Miért? Rá volt költve valami tartályhajóra, vagy mi az? Nem is értem. Ez matekóra, nem biológia. Ja, hát de milyen félrevezető. Lehet, hogy milliliter, csak a Móni nem tudta, mi az M betű. Így van, milliliter volt, az mondja. Liter volt a feladatban. Litty. Na de van egy következő. Jancsi az apukájától 1359 üveg golyót kap a születésnapjára. 585-öt lenyel belőlük, amibe belehal. A temetésére 9 barátja is elmegy, a gyászoló apuka pedig szétosztja köztük a megmaradt golyókat egyenlően. Hány golyót kap mindegyik barát? Tessék! Ez halálja. Ez nekem is és nagyon tetszik. És megbüntették szegény. A távolságot, mint üveggolyót megkapod, ne szóval 1500 jelent le. Halára golyozták a gyereket. Kigolyozta a gyerekét rendesen. És utána, de Mária ajándékba kapti a maradék golyót, azt hittem, hogy amit lehet. Maradékot a 9 barát között elosztotta apa. Mindenki vehet egy golyót az izéből, a kis elhúnyból. mi volt a következmény? Mit csináltak az emberrel? Hát vizsgálat indult ellene, mert a szülők kiborultak. Már nem tudták megoldani a feladatot. Hát, így van, a szülők egyszerűen sok volt nekik a matek. Istenem, Móni, mondd el az időjárást. Derült napos idő lesz ma csapadék nélkül, és 2 és 7 fok között lesz ma csúcs. És a többi napot nem tudod véletlenül? Tehát, nem, melegszik, mert holnap is jövök, és majd elmondom. Melegszik. Melegszik, na ez a lényeg. Oké, köszi Móni, puszi, szia-szia! 9 óra elmúlt 27 perccel, ez itt az egyetlen interaktív Magyar közlekedési hírblokk a Magyar Éterben! Azt mondja, hogy körös ladányban mérik a Szeghalon felüljövőket. Sziasztok Istenek, Albert és a Cegléd Bercel. Cegléd jól járható és mentes a gépkezelő. Sziasztok Istenek, halleluja. Lőrinci út vége, 17. ker, civil fókusz mérnek. Mögötte 500 méterre, ott a sofis doboz 4 fakabáttal adják a titkos üzenetet. Nagyon kódoltan írtad. Tehát nem 17. Lőrinci út, hanem Lőrinci út 17. Civil fókusz mérnek, nem mérnek civil fókusz. Érted? Szóval nagyon komoly, nagyon komoly. M3-as, M30-as, Füzesabony, Miskolc, napsütéses, tiszta, Szuszunak millió csók, luxi. Sziasztok Istenek! A Salzburg-Budapest légifolyosó baleset is mentes, imádlak benneteket, puszi Enikő. Köszönjük. Gyáli úti felüljáró előtt a benzinkútnál felállt a fűre a Pandúra autó. Igazolványkép megvárható, Tibi. Trafi az M7-es Budapest felé. Siófok kelet kijárónál. Dackó. Osztja Penkonál a buszsávot, lövik trafival. Hát nem vagyunk még ott, de hát majdnem. De nem szoktuk. M5-ös eleje Lukajnál befelé, trafi. Pasaréti téren dugó, István Dani éppen megérkezett, Molnárka tök jól parkolt be, gondoltam érdekel titeket csibéssel. Ó, figyelj, gyerek. Köszönöm nem, szépen. Jár, persze. Hát itt most több formegyes autó parkol, mint Ford Focus. Körülbelül ez egy jó megközelítés. Üdv Istenek, 442-es Kunszent, az Miklós vagy Márton? Márton. Szolnok, szikrázó napsütés, az elején sünmentes, üdv a stábnak és külön Lajosnak, ingatlanos Csaba. Szia Csaba. Sziasztok. Ebben a percben felszállt egy gép, igen. Sziasztok, nagyon fontos, az M6-oson a Pécs felé tartókat mérik, a 74-es, 73-as kilométer között sávzárás van, és 80-as sebességkorlátozás, jók vagytok, csak itt tovább. Sziasztok, M5-ös, 54-es parkoló Kecskemétnél drága képek készülnek, Szeged felé, üdv, Trélgós Pisti, M3-as Pest felé, 23-as kilométernél büfékocsi. Nagyon szépen köszönjük, és egy pár percre hívjuk Bryant Lajos. Hát izgulok, mert lesz egy rossz híre a szakállas embereknek. Bizony. Na, Vokci, végül. Mindjárt hívjuk.